Várhatóan augusztusban kezdik el a Tokai közúti híd felújítását. A beruházás több mint egy milliárd forintból valósul meg. A városon áthaladó vasúti pályaszakaszon is végeznek rekonstrukciót a következő hónapokban, amelynek ideje alatt a vonatokat autóbuszokkal pótolják majd. Tábla jelzi a Tokai híd lábánál, hogy az Erzsébet királynéről elnevezett átkelő nem az első jen a Tisza ezen szakasza fenett. Helyén először a 16. században épült híd, de azt az 1565-ös harcok alatt elpusztították. A következő szerkezetet Mária Terézia építette, de az az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alatt megrongálódott. 1896-tól már egy vashídát ugyanitt Erzsébet királyné néven. A mai acélszerkezetű hidat 1959-ben adták hát foglalja össze történetét a Wikipédia szócikke. Az átkelő a 38-as főút részét Tokaj belvárosát köti össze az üdülő területével, közvetlenül Borsodabaúj-Szemplén megye és szabolcs szatmán megye határán. A hit kétszer egy sávos mindkét oldalán járdával. Mivel ez a térség egyetlen közúti átkelője nagy forgalom halad át rajta. Az elmúlt években, évtizedekben pedig lucskán elavult az állapota. Évek óta tervezett felújítását 2018-ban kellett volna elkezdeni, ám a feltárások során kiderült komolyan munkálatokra van szükség. Így váratott magára a beruházás, viszont hamarosan már valóban kezdetét veszi. Mivel közlekedési fennakadásokkal járhat, a témában nemrég lakossági fórumot tartottak Tokajban. Az itt elhangzottakról és a fejlesztés részleteiről most a város első emberes számol be aki nem más, mint Posta György, és itt van velünk a stúdióban. Jó napot kívánok, polgármester úr, köszönöm szépen, hogy Jó napot itt napot kívánok, tiszteltől köszöntöm a nézőket. Ha jól tudom, azért nem csak annyiról szól a fáma, hogy mondjuk rossz állapotban van a híd, hanem igazából bővíteni is szeretnék. A híd egy turisztikai beruházás kapcsán fog megújulni. Elsődlegesen az a cél, hogy a kerékpár úton érkezők biztonságosan át tudjanak kelni a hídon, ezért az északi részén egy kerékpáros hozzátoldás lesz, hiszen ez a toldás ez egy, ez egy, jó kifejezés, mert a híd szélesedni fog északi irányban egy kerékpár konzollal, a déli irányban pedig egy gyalogos konzollal, és így a járda meg fog szűnni a híd szerkezetben, és ez a két konzolon történő közlekedés biztonságosabbá fogja tenni a gyalogos, illetve a kerékpáros közlekedést. Tehát akkor elmondhatjuk azt, hogy a Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút hálózatfejlesztése az még igazán nem fejeződött be, hanem majd ezzel fog. Így van. Ugye ez a kerékpárút a idézőjelben a, a Rakamazi békaházig tart ez a hídfelújítás a békaháztól fogja fölvinni a, a hídra a kerékpárosokat egy kerékpárúttal, ott lesz egy átkelés az északi oldalra, és maga a kerékpáros konzol az északi oldalon fog menni, és ott fog becsatlakozni a város már meglévő kerékpáros hálózatába. A felvezetőben is elhangzott, hogy azért már egy jó ideje tervezik, és hogy jól tudom, akkor fel is álványozták a feléig a hidat. Miért csúszik egyáltalán a munkálat, munkálatok? amikor ugye az áhíd aláírta a szerződést, akkor ő azt vállalta, hogy az akkori engedélyes terveket kiviteli tervé fogja készíteni, ehhez elkészíti azokat a híd feltárásokat, méréseket, ami maga kiviteli terveknek az alapfeltétele. És amikor ezeket a felméréseket elvégezte, akkor kiderült, hogy a pályaszerkezet Kicsit súlyosabban rongálódott, és maga ez a kerékpáros konzol és a gyalogos konzol hozzátoldását nem tudják megfelelő minőségben elkészíteni. Ezért került sor arra, hogy át kellett dolgozni az engedélyes terveket, és utána pedig új kivizeli tervek készültek, és ennek az eredményeképpen hát egy éve ugye már ö, csúszik a hitfelújítás, és hát ugye ezen a lakossági fórumon itt a felvezetőben elhangzott, ott az osztályos képviselő konferencben is jelentette, hogy most már biztos, hogy nem március 16-án fog elkezdődni a hitfelújítás, hanem augusztus 1-én, mert ugye egyébként ugye szó volt a felvezetésben arról is, hogy lesz egy vasúti korszerűsítés is Mezőzombor és Nyíregyháza között, ami ugye azt jelenti, hogy vágányzár lesz, és addig a hídfelújítást nem fogják elkezdeni, még ez a vágányzár fönnáll, mert ezzel is nehezítenék az átkelést, mert ugye akkor a személyforgalom át lesz terelve a közúti hídra. Tehát akkor az a ritka eset alakult ki, hogy egy évben két hidat újítanak fel. Gyakorlatilag azt a két hidat újítják fel, ami átszeli a Tiszátot Tokajnál. Így van, és mondjuk ez egy óriási lépés, hogy nem egyszer egy időben fog ez megtörténni. Az eredeti terveket így módosítják, úgyhogy meg fogják várni azt, hogy május 8-a kezdetével elindul a, a mezőzomban Nyíregyház a vasúti pályatestnek a felújítása, és ez befejeződik júli 29-ével, és augusztus 1-ével -e pedig félpályás lezárással megkezdik a Tokai Erzsébet királyi hídnak a felújítását. A vasúti esetében nem kell attól tartani, hogy ott is rosszabb állapotokat találnak, mint a, ez a, Tokai Ez a korszösítés nem a híd felújításról szól, ez cseréről, kitérőknek a cseréjéről, pályatöltések megerősítéséről szól. A Tokai a lukai, vasúti híd az megfelelő minőségben van, a híd felújítására most nem kerül sor. Ez kimondottan a pályatesnek a, 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 a és annak a rekonstrukcióról szól, ez is egy jelentős beruházás, és hogyha ez elkészül utána, viszont el fogják kezdeni az Erzsébet királyné hídjának a felújítását. És az a híd, ez mikor állható, amikor fejeződik be, mármint az Erzsébet királynő hídjának a felújítására? A előtti tervek szerint 2021. május 20 24-ére kell elkészíteni a hídnak a teljes felújítását. Egyébként öt ütemben fog elkészülni a híd, ezt úgy kell elképzelni, hogy magának a hídnak a felújítása négy ütemben fog megtörténni. Először a rakomazó oldalt fogják kezdeni, ott is az északi oldalt, ott fogják megbontani a, tála, a pályatestet, hozzá fogják toldani ezt a úgynevezett uh, kerékpáros uh, sávot, ami egyébként 2 méter 75 centivel fogják megszélesíteni a hidat, és utána a rakamaz a, a, déli oldalral folytatják, a déli rakamaz felül a déli oldalral, aztán jön Tokaj felül az északi oldal, majd a déli oldal, és ötödik ütemben pedig a körforgalomnak a teljes felújítására fog sor kerülni, és sokkal, de sokkal biztonságosabb és nagyobb körforgót fognak kialakítani. Egyébként is ez a legszűkebb keresztmetszete a városnak, és ez nagyon ráfér, hogy ez a körforgó is megújuljon, és biztonságosabb legyen, mint a mostani állapot. Az, hogy augusztus 1-től kezdődik a hídfelújítás, az azt jelenti, hogy ekkortól lehet korlátozásokra számítani, vagy már előtte is, és hát ugye ezt azért is kérdezem, mert a turisztikai szezon ö, harmadik harmadán járunk ilyenkor. Igen. Augusztus 1 egy félpályás út fog indulni a felújítás, tehát ezt már bejelentették. Tehát nem előtte, nem előtte. előtte. előtte, előtte nem semmiféle munkádok nem lesznek. Egyébként nagyon érdekes ez a hitfelújítás, mert egyszerre kell biztosítani a hitfelújítás kapcsán a víziközlekedést, illetve a szárazföldi közlekedést, mert hogy Tokai tisza átkelő része az nemzetközi víziközlekedési helyszín is, és ezért van az, hogy most félpályáig van be beállványozva alulról a, a hittest, mert a másik oldalán biztosítani kell a nemzetközi víziközlekedést. Az egy másik kérdés, hogy most van-e egyáltalán nemzetközi víziközlekedés közlekedés a Tiszán, de egyébként mivel nemzetközi víziközlekedési helyszín, ezért biztosítani kell a víziközlekedést is a hídfelújítás idejé alatt is. Nem félnek attól, hogy ez a turizmusra negatív hatása lesz? Mindenképpen valamilyen hatása lesz a turizmusnak, de mivel augusztus elsővel fog kezdődni, ezért ugye már a, a, a szezonnak a kétharmadadig le fog menni. Tehát most ezt a, ezt a szezont ugyan ketté fogja kicsit vágni, de reményeink szerint nem fogja olyan jelentősen érinteni. A következő évben pedig már addig remények szerint el fog készülni, és út azt már végképp nem fogja majd befolyásolni. Mindenképpen a szezon egy részét érinteni fogja, de mi abban Bízunk, hogy ennek ellenére azért sok turista fogja felkeresni a települést és a környéket. Akik ünnepnapokon indulnak kirándulni a Zemplénbe, vagy önök felé, hát azok tapasztalhatják, hogy eléggé nagy dugók szoktak ott kialakulni. Erre vonatkozóan vannak valamilyen tervek vagy megoldási lehetőségek? Igazából az látszik, hogy mivel ez egy elég szűk átkelő ott a körforgó, kapcsolni, be van szűkítve a híd a hegy közé, ezért ugye sokan bizonytalanul közlekednek, és amikor nagy arányú gép, gépjármű forgalom van, akkor elsősorban ez húsvét vagy pünkös idején eléggé bedugul a körforgó. A rendőrök ezt figyelik a kamerák segítségével, és ha kell, akkor rendőri segítséget vetnek be annak érdekében, hogy felgyorsítsák az átkelést, de hozzá kell tenni, hogy mivel Budog keresztül irányával is jelentős a forgalom tarca hát irányából és négyház irányából is, ezért egy nagy kihívás volt akkor a körforgót igénybe véve tovább közlekedni. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy akkor türelemre van szükség, mert elég hosszú sorok állnak az átkelés igénybevételi esetén. Ha jól tudom, azért problémájuk van a tranzitforgalommal is. És azért a 39-es számú főút éppen ezért tervbe van véve. Az mindenképpen fontos, hogy ugye a nemzetközi kamionforgalom már ki van tiltva Tokaj Tokai területéről, viszont a belföldi kamionforgalom az ugye máshol nem tud menni, különösen Nyíregyház irányába, csak Tokajon keresztül. Ez hozzá kell tenni, hogy egy jelentős leterhelést eredményez ezen az útszakaszon és ebből is adódik az, hogy többen ezt nehezményezik, hogy egy jelentős belföldi kamionforgalom hadált a településen. Ezért is került ez most napi rendre, pont a hitfogítás kapcsán, hogy nem kéne elővenni azt a új vagy régi tervet, ami a 39-es út, a hozzátartozó hídnak a megépítését tartalmazza. Az országos rendezési terv ezt tartalmazza, a Borsodabói Zemplén megyei rendezési terv is tartalmazza, illetve a tokai rendelési terv is tartalmazza ezt a 39-es utat, illetve hozzá kapcsolódó hidat. Ez azt gondolom, hogy még nem a, a közeljövőnek a, a lehetősége, hanem valószínűleg a, a jövőben egyik lehetőség. Én azt gondolom, hogy hitfelújítás lehet, hogy sok választ fog arra adni, hogy ezzel érdemes -e foglalkozni, elő kell ezt venni. Ha abból indulunk ki, hogy az ennek a hírnak az Erzsébet királyné hídjának inkább a turizmus kellene szolgálnia, mert hogy a város szívében halad át. Elképzelhető, hogy a belföldi kamionforgalmat el kellene terelni, mert hogyha ilyen dinamikával fog fejlődni ez az Észak-Kelet Magyarország, mint hogy látjuk, hogy felüldik a Debrecen, akkor nagy valószínűséggel ez a forgalom ezt csak nem csökkenni, hanem nőni fog, és emiatt valószínűleg ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, már csak azért is, hogy az átkelést azt zavartalanabbá tudjuk tenni, illetve ha meg fog növekedni a turizmus tokai és térségben, már pedig erre azért elég komoly esély van, akkor mindenképpen mérlekelni kell azt, hogy ez a híd ez csak a turizmus szolgálja, és a, a teherforgalmat elbe, az pedig esetleg egy új híd, egy új elkerülő úttal váltsa ki, és próbálja átterelni oda a forgalmat. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm.